choppers. Better hit those wrists, go butter my fists. We fire starters, starters. One out of a million marine show sites. Always get a feeling that I won't deny. Now what? Never could toss. Look in my eyes, I'm on the rocks, guys. A couple milli, now I'm causing a commotion. I've been coasting, hear my name around the world like an explosion. Choppers, better cut those wrists, cold blood in my fists. We fire starters, starters. One out of a million will reach those heights. Always had a feeling that I won't deny. Now what? Never could toss. Look in my eyes, I'm on the rocks, guys. Na szép jó napot mindenkinek, üdv mindenkinek ezen a ma délutáni Várt Under live streamen. Hello, sziasztok, üdvözöllek benneteket, üdv mindenkinek, aki YouTube-on nézi vissza ezt a streamet, én is itt vagyunk, sziasztok. Na, hát ezek a no copyright-os zenék, ezek egy kalapszart nem érnek, valljuk be. Én úgy gondolom, hogy tényleg egy kalapszart nem érnek, de hát valamivel el kell indítani a streamet, és hát az mi legyen, hogyha nem egy jó kis no copyright-os kalapszart nem érő zene. No, a mai napon is így a szovjet tankokkal kellene menni, azt kellene erőltetni, viszont mennék egy jó kis tigrises 5-7-es kört, az úgy picit jól esne így itt a lelki világomnak, úgyhogy ne is nagyon húzzuk az időt, csapjunk bele, 5-7 tigris, zúzunk. Na, egy jó kis matchmakinget játék, egy jó kis matchmakinget, egy kis top tier az úgy tetszene a lelki világomnak, tetszene a lelki világomnak, tetszene. 3C-vel, japán pályán vagyunk. Tigrisek Japánban nem sűrűn fordultak elő, de hát azért. Jó van az, játszunk egy picit. No, szerintem gyerünk be ide a prémium tankkal. Kis prémium cucc az mindig jól jön, egy kis prémium cucc. Kis prémium pénzzel. Na, no, volt egy kis FPS drop, de semmi probléma. Hát T-34-85 azért a túloldalon lesz, meg kávé... IS-1 is lesz. Megpróbálok egy picit a többiekkel mozogni, az szerintem úgy nekem az úgy járható lesz. Így a csapatom többi részével, hát a C felé menetelnek. Jó, hát sörmennyeink vannak, tigriseink vannak, nem lesz ez olyan rossz, majd meglátjuk, hogy hogyan fog működni a dolog. Minden is azért jó lenne figyelni, nehogy az legyen, hogy aztán itt ránk szalad valaki. Azt oldalba lövöldöz minket. Szia, Szeki, üdvözöllek, szia.
Megváltoztatták a tangnak a hangját? Nekem picit másabb a hangja. Vagy csak úgy gondolom, hogy megváltoztatták a hangját. Kicsit olyan kerregősebb lett a hangja a tanknak. B az ellenségé. Szia, Joci! Üdvözöllek téged is. Meséljetek, fiúk, hogy telt a mai napotok. Ez... mi volt ez a drop? Ágyús süllyedésem, szerintem nekem annyi nincs, hogy én ott dimbesz dombozzak. Jó, hát megy előre a T-34, megy előre a Sherman. Nem tudom, már nekem is le kéne frissíteni a videókártya drivert. Úgy picit olyan darabos a cucc. Attól félek, hogy innen valaki kiszalad a stódalba fog minket lőni. De ne legyen igazam. Köszönöm. Mitől más a VT, mint a VOT? Hát ugye itt más a sebzésmechanika. Tehát itt teljesen másképp működik a sebzésmechanika. Itt moduláris sebzés van. Szóval itt egy jó lövés elvisz az összes legénységi tagot és annyi. Be fognak kerülni a kínaiak a játékba? Jó van, hát a War Thunder részére is még a kínai piacot is meg kell hódítani. Ugye ebben különbözik így első ránézésre, meg ugye nem árkád, ez inkább így realisztikusabb próbál lenni. Látod, most nekem így a három lövészemet vitt el, vagyis három emberemet vitt el, négyet. Az F2. Jó, motor kapta a gyulladt. Meg ugye itt a géppuska, meg a másodlagos fegyverzet is működik. Fasza, szétszállt az ágyúcsövem. Nagyon rossz helyen állok, az a probléma, hogy nagyon kint állok a nyílt mezőn. Szia, Nitro. KV2-től lehet, hogy azért kellene egy picit tartani. Mert lehet, hogy azóta leszek egy kicsit bajban. Szia, Lifikém, üdvözöllek. Jó, Lifi, tudjuk, te nagy mágus vagy azért a VT-ben. Szóval azért vágod, hogy mit ő... működik a... Csézió. Jó, ezt megsemmisítettük az ilyest. És megint szétbassza az ágyúmat. Be kéne állni az épület mögé. Szia, Tommy MC, üdvözöllek, szia. Meg ugye itt másképp működik a javítás, picit azért hosszabb, tehát itt az ilyen 30 másodperc, 40 másodpercek tank sérüléstől függően azért könnyen összeszaladnak.
Lehet, hogy nem jó ötlet behívni a repülőt, mert még a repülőirányítás mindig... Jó, viszont jó áll a csapat, tehát simán nyerni fogunk. Eddig úgy néz ki. Jó, hát ez viszont elkapta, ezt elkapta. Gyereki kávé 85, köszönöm. Gyereki. Hát ez nem sok mindent okozott, ez a kupola lövés. Jó, hát ez elkapta a KV2-t. Szóval... testtel is bele kell fordulni. Jó, Panzer az meghalt. Viszont jön rám a KV85, ez annyira nem mese. KV2-től kaptam. Kaptam a repeszt. Pedig az ő is kapta tőlem. Jó, viszont ez a csata az egész szépen meglett. Sok hasznosat nem csináltam. De nyertünk. Jó van, első kör győztes, szóval nagyon nagy probléma nem lehet. Jó van. Na, menjünk. Menjünk fel egy francia kört ezekkel az ótvarokkal. Gyerünk egy ótvar francia kört. Szervusz Olama 121, és köszönöm szépen a követést. Bizomány, van itt minden. Szia Zolcsi, üdvözöllek, szia. Nem lesz kis tírbekör? Még mindig rohadt meleg van. Ez milyen játék lenne? Ez a War Thunder. És itt abban a legjobb pálya. Szia Viktor, üdvözöllek, szia.
Na mi van? Baj van a szerverekkel? Picit olyan megmakkannak tűnik a dolog. Lifi, te tapasztaltál valami hasonlót? Bekómáltak a szerverek, az oroszok se bírják ezt a nagy meleget. Az oroszok se bírják ezt a nagy meleget. Nézzünk el ára. Van nekünk ilyen jó kis francia csigabigánk. Hát nagyon ott romba. Hát már nagyon foglaljuk. Rendesen dobálják a dűnék, a kis buckák a izét a tankot. Lifikém, minden további nélkül leér a kör, azt meghívlak. Te is álmos vagy? Én is eléggé álmososka vagyok. És Nyunyi is fölment lepihenni, mert azt mondja, hogy kész, vége van. Hát szerintem ezen a héten ez a rohadt meleg, ez szerintem kiszívja az embert. És mivel játszol Lifi mostanában, hogyha nem VT-zel? Ha szabad kérdezni. Szevasz TV, üdvözöllek, szia-szia! Kakas is majdnem beállult az előbb. Mondom én, ilyen, az az idő. Szerintem ez az idő baszik ki velünk. Nem tudom, én úgy vagyok ezzel a nagy meleggel, hogy most egy kicsit előbbrébb hoztam a... Na mi van? Megfogdik, megfog a kerítés! Megborít a kerítés! Őha! Én is előbbrébb hoztam a streamet. Ó, estére mondom, elveszek magamnak én sörikét, azt. Kiülök a teraszra, azt majd megiszom már, amikor kint is alakul az időjárás, hogy nem fog szétégetni a nap. Hát én most kis Löwenbraut, Stevie, beüzemeltünk. De miért droppol az FPS-em a VT-be? Jó repülővel ezeket a kis lópöcs tankokat hogy lehet már nyírni? Csak találjam el!